Sziasztok! Sziasztok! És üdvözöllek titeket újra itt egy YouTube videóban, ezúttal a hugommal, Repussal. Remélem, hiányoztam. Igen, volt már vele több videó egyébként a csatornámon. Remélem, hogy hiányzott nektek, és most is egy tök jó, izgalmas videóval készültünk nektek, ugyanis leteszteljük, hogy mennyire ismerjük a másikat. Kérdéseket írtunk össze, Repuss is 10-et, illetve én is 10 kérdést összeírtam. Ezeket fogjuk ezekre a táblákra fölírni. Már felírtuk a két sarkába, hogy Repuss és Rella, és majd húzogatjuk a strigolákat, hogy tudjuk-e a kérdésekre a választ. Igen, hogyha egyezik a válasz, akkor kapunk pontot. Jó, úgyhogy kezdjük is a videót. Fizika! Igen! Komolyan, na, gondoltam amúgy, mert erről már beszéltünk régebben, és nekem is amúgy a fizika. Húha. Hát ne, nem kérnéd velem annyira drága ajándékot. De most itt nem az áron van a hangsúly, hanem azt, hogy bármit meg tudnál venni, amit én szeretnék, hogy mi lenne az az egyetlen egy dolog, amit kérnék. Mert? Úszni a bálnákkal. Hát hasonló utazás Hawaii-ra. Hát ja, elmennék Hawaii-ra is, de sajnálom. Úszni ezen, a bálnákkal. Ezzel sosem nem jár pont. Sosem mondta. Dehogy nem, egy csomószor mondtam, hogy szeretnék, ott tudod, mutattam is a szigetet. Tongát, ott lehet úszni a bálnákkal. Akkor én írom ezt. Riverdale. Igen. Igen. Erről írtál egyszer egy esszét is, amit... Ja, tényleg. Egy angol esszét, amit tőlem kérdeztél meg, hogy milyen. Úgyhogy nagyon megsértődtem volna, hogyha nem ezt írod. Szerinted? Hajókirály. Hajó! Igen! Hajóval be lehet járni a város is, most gondolj, hogy körbenézni. A város? Hát körbenézni, hogy ja, hajóval igen, város nézés. És amúgy kirándulás is, hát kempingezni. Kempingezni nem szeretni. Kempingezni is lehet hajóval. De hajóval kempingezni? Kikötsz? Toppergést! Amerika. Igen. Amcsi! Igen! De miért húztál kettőt? Hát nem, már 2 pontod van. Igen. Fehérre. Fehér. Igen. A fotók miatt. Mindenképp a fotók miatt. Yes, that's true. Nagyjából, én azt hittem, hogy nem. Szerintem még fogyni akarsz. Nem? Hát az biztos. Hát akkor elégedett vagy magaddal? Hát nagyjából. Na most akkor ez egy elfogadható, vagy nem? Hát jó, végül is nem igen, szóval. Na. Mi? Nem is mondtad ezt? Stitch, ennyire a Stitch. De hogy miért hagytad meg magad? De mi Daenerys, adjál? Én csak Terinek akkor volt, azért. Annyi sok kutya volt, Teri, volt egy de, másik de, csúf, nem, volt, nem Terit, semmi az képet sem akartam. De mivel minden már utána az Repuss így. Hagyjál már! Igen! Mi az, hogy mindenben utánozol? Hogy igen! Hát mindenben utánozol! Stílusunk különbözik. Te hordod a ruhatáramat, nem mindegy. Sötétre. Sötétre. Igen. Sötét barnára. Ja. Jár a pont, Repuss. Jössz fel, mint a talajvíz. Jön az akály, vigyázz. Mit törpeltél? Azt, hogy a végét kiszökítenéd. Ha, nem változott nincs semmi. Pont, nincs pont. Pedig hát már mondani akartam, hogy csak azért, mert az enyémnek is ki van szemít a vége. De nem, amúgy megértem, hogy elégedett vagy a hajaddal, mert nagyon-nagyon jó hajad van. Hát most nézem. Nézed? Honnan tudnád így? Hát, hogy nekem mi nem tetszik. Jó, de nekem én mivel nem elégedett. Jó, van egy ötletem. Na. De olyan dagi vádlim van, olyan vastag. Hát nagyon sokat fagytál már belőle a kézlabda óta, de... Nagyon nagy utána. Én azért értem a hajadat, mert mindig mondod, hogy milyen rossz, hogy már megint rossz van kiszökítve kis semmi, kis... Mi az, hogy kis semmi? Ezt nem is szoktam mondani. Dehogy nem, hogy ennyi mennyivel jobb.
Hát az, nem, ezt sem szoktam de mondani. Nem. Nyilván a tiéd az dúsabb meg nagyobb, de nem, azt így nem szoktam színi. És hogyha amúgy, hogyha így be van gönderítve, akkor utána különösen szeretem. Hát, még nekem van egy kérdésem, hogyha gondolod. Na, mi a kérdésed? A társaság. Igen. Wow, akkor ez, azt hiszem még behúzhatjuk ide egy hatalmas nagy pluszpontot, és klasszisokkal nyertem. Dehogy nyertél, ez csak egy ilyen kis felmérés volt. Felmérés! Az van, hogy sokkal jobban ismerlek, mint te engem. Jó, bocs, hogy én nem olyanokat kérdeztem, hogy akarok-e bálnákkal úszni. Egyébként hát, nem akarok. Bekap a bálna, vagy mi lesz? Nem akarok be, mert ő planktonokat teszik. Köszönöm szépen, Rebus, hogy itt volt a YouTube csatornámon, és jó. Játszottál, és szerepeltél, és veszítettél, és most jössz nekem valamilyen ajándékkal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, élvezett volt nyerni ellened. Iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!